alakult ez az alapítvány, és milyen célra? 1992-ben azzal a célral, hogy a Magyarországgal kapcsolatos repülőgépek, repülő emberek, azokat felkutassuk, és a régi repülőgépet felújítsuk repülőképes állapotba. És nagyon népszerű, amit csinálnak, mert itt ezen a mai repülőgálán, lehet talán ezt mondani, hosszú sorok állnak sorba. Ezek az emberek mind repülni szeretnének? Igen, hát akik sorba állnak, azok mind repülni szeretnének. Hála Istennek, hogy így van, tehát ezek szerint szeretik az emberek a repülést, és főképp az oldtimer repülés, az az igazi, mert itt derékig kín vannak a gépből, a likettesen pedig, ugye ez most már 68 éves az a repülőgép, 69 szedékben van, úgyhogy azzal is nagyon, hát igazi feeling, igazi régi repülős feeling. Mennyire veszélyesebb ez a gép, ha egyáltalán, mint mondjuk a modern gépek? Semmivel se. Ezt ugyanúgy karba van tartva, ugyanúgy a hatósági előírás és a gyári előírásokat betartva, karbantartást elvégezzük, és a repülőgép, ameddig megy, évtizedekig mehet még. Hány ilyen gép van, ami használatban is van? Most 6 repülőgépünk van összesen, ami mind a 6 repül. Ezt minden évben egyszer tartjuk, ez a nyitónapunk, de minden hónapban tartunk egy úgynevezett repülési napot, amikor meghirdetjük, és amik kisgépeinkkel lehet repülni, vagy a likettessel folyamatosan. Erről azt kell tudni, hogy ez az egy darab van belőle a világon, ami üzemképes, és ezt az amerikai DC-3-as C-47-esből vették meg az oroszok, és licensz alapján legyártották, és nem maradt belőle egy se, csak itt Magyarországon mi repülünk vele, és nagyon nagy tisztelettel övezi egész Európában, amikor megjelenünk valahol. Egyébként hogy jutnak hozzá gépekhez, vagy mondjuk ehhez hogy jutottak hozzá? Ez Szolnokon volt a múzeumban, és megegyeztünk a Szolnoki Repülőmúzeum alapítvánnyal, hogyha repülőképes állapotba hozzuk a gépet, akkor mi üzemeltethetjük. Ez a repülőgép a magyar állam tulajdona. A múzeum a fenntartó, és mi pedig üzemeltetjük. Legközelebb szeretnénk egy JAK-18-as gépet elkezdeni. Ez év telén a Gerlet típusú gépnek a motorját fogjuk kicserélni, mert 100 lóerős a mostani motorja, és tudtunk bele szerezni egy 140 lóerős motort, amivel komplett műrepülő fügárokat be lehet mutatni. Árszpolitikát kérek, mi a szép ezeknek a gépeknek a használatában, az ezeken való repülésben? Azt, hogy a múltat vissza tudjuk hozni. A múlt romantikáját, a repülés romantikáját vissza tudjuk hozni ebben.